zenekar énekesei és a Völcség Néptánc Együttes táncosai biztosították az ünnep hangulatát produkcióikkal a Covid után újra közösen ünnepelt forradalom és szabadságharc évfordulóján. Bonyhád Odapercelek városában 1848 kapcsán szinte kötelezően szó a Sika Honvéd tábornoktól és családjáról, akik sokat tettek a magyar szabadság kivívásáért. Róluk emlékezett meg a napszónoka, Potápi Árpád János nemzetpolitikáért felelős államtitkár, Tolna megye 2. számú választókerületének országgyűlési képviselője. Ha magyarságról beszélünk, ha magyar nemzeti eszmékről beszélünk, akkor számunkra ebben a küzdelemben a percelek játszották mindenkor a vezetést. Így volt ez 1848-at megelőzően is, 1848-ban és az azt követő évszázadban egyaránt. Számunkra 48. március 15-e jelenti Percelmort, jelenti Percel Miklós, és nyilván jelenti azokat az embereket, akik a percelek mögött álltak. Perceleknek köszönhető a második, az első igazi győztes csatánk, az Ozarai csata, és az azt követő másfél évben is mindent megtettek Magyarország függetlenségének megteremtéséért. Legyünk hálásak mi utódok Percel Mórnak, Percel Miklósnak és a perceleknek egyaránt. Potápi Árpád János arról is szólt, a magyarság minden nehézsége ellenére itt van a Kárpát-medencében, megmaradt és töretlen hittel építi a jelent. Mindenütt, amikor nemzeti ünnepeinkre kerül sor, március 15-ére, augusztus 20-ára vagy október 23-ára megállunk, és emlékezünk, ünnepelünk, ünnepeljük azt, hogy minden nehézség és kudarc és szorgalmas munka mellett a magyarság az elmúlt évszázadokban, az elmúlt 1100 évben itt van a Kárpát-medencében, megmarad, és töretlen hittel építi a jelent, és várja a jövőt. A magyarság története 1526 óta folyamatosan a szabadság megtartásáért folytatott küzdelemben telt, emelte ki Potápi Árpád János. Miért is szállt síkra Bocskai, Betlen, Rákóczi, a 48-as hősök, vagy 56, az 56-os forradalmárok? Mind-mind a magyar nemzeti függetlenség megteremtéséért, a hit megtartásáért és a béke eléréséért. Számunkra ma élő magyaroknak sincsen más feladatunk, mint hogy megtegyünk mindent annak érdekében, hogy hazánk szabadon éljen és béke legyen az országunkban. Mi volt a 48-as forradalmároknak is az egyik legfontosabb követelése? Legyen béke, szabadság és egyetértés. Bonyhádon minden esztendőben a nemzet kiemelkedő ünnepeihez kötődően adják át a város elismerő címeit azoknak, akik sokat tettek vagy tesznek az itt élők boldogulásáért, jobb közérzetéért vagy oktatásáért. Így volt ez most is. A forradalom évfordulóján adták át a város egyik jelentős kitüntetését, a Percel díjat. Több évtizedes közigazgatásban, valamint népegészségügyi és orvos szakmai területen végzett munkája elismeréseként Bonyhádváros önkormányzatának képviselőtestülete Percel díjat adományoz dr. Németh Lídiának. Az ünnepség részeként adják át minden esztendőben a város talentuma elismerő címeket is, melyet ebben az évben 5 a tanulmányokban és a sportterületén kimagasló eredményt elért fiatalnak ítéltek oda. Kerekes Kata, Stein Félix Gabriel, Szekeres Panna, Farkas Péter Attila és Városi Roland részesült a kitüntetésben.